Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó képviselőit és a kaposvári embereket. Az áprilisi hónap a megújulás hónapja, és bizony a politikának is meg kell újulnia. Ebben a hónapban elindulhat az a folyamat, ami zárulhat majd június 9-én a parlamenti, Európa parlamenti választáson és az önkormányzati választásokon, ami ugye nyilván egyben lesz. Rendkívül fontos felhívnom a kaposvári emberek figyelmét is arra a változásra, ami csak akkor következik be, hogyha nem ugyanazokra szavazunk, akik már eddig kipróbálták magukat, akár levitézletpolitikusként, vagy üres ígéreteket maguk mögött hagyva. Nyilván a változás akkor következik be, hogyha egy teljesen új olyan csapat kerülhet a város vezetésébe, akik eddig még nem tudták megmutatni az embereknek, hogy mire képesek. A Mi Hazánk mozgalom képviselőjelöltjei, polgármester jelöltje, azok a harmadik utat, sőt, a harmadik út az egyetlen út, amit valóban a változás tekintetében lehet értékelni. Ezért arra hívom fel a kaposvári emberek figyelmét, hogy kövessék a Mi Hazánk mozgalom képviselőjelöltjeit, és szeretném ezúttal nagy tisztelettel bemutatni Borondics Barnabást, a Mi Hazánk mozgalom polgármester jelöltjét, aki 28 éve él boldog házasságban, két gyermek édesapjaként, már 2007 óta itt éli a mindennapjait, önökkel együtt a kaposvári emberekkel Kaposváron. Úgyhogy én Barnabást meg is kérem arra, hogy röviden mutatkozzon be, és mondjon egy pár gondolatot a tervekről, a jövőről. Köszönöm szépen a szót, pártigazgató úr! A Mi Hazánk mozgalom Kaposváron teljes csapattal képviselteti magát idei önkormányzati választáson. Mind a 12 választókörzetben saját jelölttel állunk készen a megmérettetésre. Rendet és biztonságot szeretnénk Kaposváron. Ennek legfontosabb elemei a következők. Vendégmunkások helyett megbecsülést a magyar dolgozóknak. Az idegen nagytőke kiszolgása helyett magyar nemzetgazdaságot. A nem törődöm képviselők helyett lelkiismeretes lokálpatriótákat a városi közgyűlésbe. Elhanyagolt közterületek helyett gondozott városképet. Elrettentő büntetést a város közterületét rongálóknak, szemetelőknek. Továbbá szeretném orvosolni a városban jelenlévő parkolási problémákat új parkolóhelyek kialakításával, mely tervvel kapcsolatban már megkerestük a város vezetését is. Az utánpótlásra is gondoltuk, ezért tervünk részét képezi az is, hogy a fiatalok számára vonzóbb helyét tegyük Kaposvár városát. Köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot kívánok mindenkinek!